Pannonhalmán hirdette meg fiataloknak szóló tematikus témahetét a Mindannyian Testvérek program. A Bencés főapátságba jelentették be, hogy a programsorozat is az érzékenyítés segíti. Házigazdaként Várszegi Asztrik korábbi főapát köszöntötte a résztvevőket. A fenntartható fejlődés mindannyiunk felelőssége. Szeretnénk ezért, hogy ne csak az Európai Unióban élő gyerekek és fiatalok, hanem a távoli, a harmadik és sokadik világban élők is tudatosan megélhessék, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik élete a közösségben válik teljessé. Afrika múltjában is jelen voltak, a jelenében is ott vannak azok az egyházi szervezetek, korai és mostani szerzetesrendek, amelyek egykor Európát is formálták, és ma is kívánják szolgálatukkal. Örömmel tölt el, hogy ez a mai nap és ezeknek a céloknak a kitűzésével ilyen jellegű munkával telhet. A programot és a témahetet az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár is üdvözölte. Az értékrendemből és az egyetemes emberségességből fakadóan kötelességünknek érzem a segítségnyújtást a rászoruló embertársainknak, és nem is azért gondolom így, mert megrendíti az esetenként szívszorító afrikai látványa szívünket, a szívemet, hanem meggyőződésem, hogy Afrika fejlődése és békéje nem csak az afrikaiak érdeke, hanem mindannyiunké. Mind nekünk, európaiaknak, magyaroknak, mind az afrikai kontinensen élő embereknek szükségünk van egy biztonságos és felvirágzó, a hitét beváltó Afrikára. Ezért is közös szívügyünk itt Magyarországon a fekete kontinens helyzete és jövője. A témahét fővédnöke Áder János korábbi köztársasági elnök felesége, dr. Herceg Anita, aki fontosnak tartja, hogy a fiatalok minél többet tudjanak meg jóval nehezebb helyzetben élő társaikról. Abban a kivételezett helyzetben vagyok, hogy Kenyában vagy Gánában járva a saját szememmel is láthattam pár éve, mit jelent, amikor a gond életbevágó, és a segítség célirányos és hathatós. Láttam, hogy a Hungry Helps nem egy távolból üzent, üres szlogen, hanem valódi testvéri jelenlét. Amikor a jótékonyság nem egyenlő az üres sajnálattal, vagy szétforgácsolt anyagi forrásokkal. Amikor a támogatásból iskola lesz és tanterem, rendelő és orvosi szoba. A Mindannyian Testvérek program a 2024-es témahét lebonyolításához oktatási anyagokat is készített, a középiskolák és a felsőoktatásban tanulók szemléletformálásának segítéséhez.